Vedd már le a tévét, már mindenki alszik, az egész család alszik. Vedd lejjebb. Hova már leveszem? És visszapofázik. Baszd meg! Baszd meg te! Bazd meg! Igen van, bazd meg, hogy állandóan takarítanom kellene, én vagyok a... Csacsi! Elpofáztam neked, hogy ne beszéljél csúnyán, mert itthon van a kistesod, majd ezt tanulja tőled? A nagy felnőtt marha kölyöktől, mikor példát kellene mutatnod neki? Anya, fejezd már be, hagyjál már te is! Nézd meg, és csak visszapofázik nekem, Csacsi! Még neked áll följebb állítsen magadon, elpofáztam neked, hogy nem Budapesten vagy, hogy csúnyán tudjál beszélni, hanem most hazajöttél vidékre, és itthon van a két testvéred is. Elmondtam már neked nem egyszer, nem kétszer, nem háromszor, hogy ne beszéljél csúnyán, mert szádba lépek, nem elmondtam? Vegyél vissza az arcodból, mert nagyon csúnya vége lesz, kölyök. Nagyon csúnya vége lesz. Kölyök, tanulod a verset? Igen. Mondjad? Igen, tanulom, anya. Kölyök, azt mondtad, hogy tanulod a verset. Miért nem tanulod a verset? Miért a telefonnyomkodod? Válaszolnál nekem, hogy miért a telefonnyomkodod? Holnap irodalom órán fel kell mondod a verset. Áll, nagyon pisil, nem kell. Na állj, ha nem látod, hogy most mosom fel a követ, menjél be és várjál, vagy 10 percet, míg felszárad a kő. Ó, anya, te nekem nagyon pisilnem kell, úgyhogy megyek. Pisikélned kell, igen, ilyenkor jön rád a pisihetni, mikor én állandóan felmosok, és neked akkor jön rá a pisike? A pisike, a kakika? Most azonnal takarodjál! Úristen, anya! Háj, fiam, ezért kellett hazajönnöm innen a boltból, na, mondjad, hol van Gizike jánya? Anya, nyugodjál már le! Ági, gyere már, mert anya beszélni akar veled, meg látni akar téged. Na, jön már. Csókolom, bebe, csókolom. Lám, akkor te vagy Gizike jánya. Na legalább Csabi valami értelmes embert hoztál ide, mert végre nem tegez, hanem magáz. Nagyon örülök neki, legalább megismertelek. Kicsit rosszabbra számítottam, de nagyon ügyes, nagyon szép vagy. Gyere, menjünk beszélni. Figyelj, igazából csak annyit szeretnék megkérdezni, hogy most itt tudsz? Tudod ezeket az információkat, azért jó lenne tudni, azért érted. Most itt tudsz? Igen. Nagyon jó főzni, igen. Nagyon jó sütni, jó, hát te vagy az én igazi menyecském. Nagyon örülök akkor, hogy a szimpatikus vagyok. Hát én is nagyon örülök neked, csillagom, tényleg végre egy normális nénit hozott ide, illetve még azt szeretném leszögezni, hogy egyelőre még nem Erzsi, hanem Böbe, jó? Na, gyere, mutasd meg magad a konyhába, hogy mennyire tudsz tevékenykedni, de gyere! Nézzük, miket is rak a kölyög a TikTokra. De atya úristen, mit képzel ez magáról? Így mutatja ország előtt, hogy így rázom a picsámat! Eszér most megkapod a buka! Mit képzel? Nem is beszélek ilyen csúnyán vele! Ember! Nézd meg, miket rak ki szígyen itt engem ország világ előtt! Az... Miket beszél? Nem hagyom aludni, hát 11 óráig döglik az ágyba! Na jó, most ezért megkapod! Most ezért megkapod! Üljél le azonnal! Most azonnal üljél le, mert most szétbasz az ideg! Tehát letöltöm, érted a TikTokot, letöltöm, és majdnem szívrohamot kaptam, mikor megláttam azt, hogy te miket csinálsz rólam, és hogy kigúnyolsz. Egész országvilág látja azt, hogy milyen anyád van, azt közben nem is beszélek vele csúnyán, és nem is szoktam kiabálni, érted? Anyám elmondta megint egy csúnyát, de nem mondok, mert még ezt is videóra veszem. Ide figyeljél nekem, jobban játsz, visszaveszed az arcodba, mert ezt a nadrágszíjat úgy szétverem a hátadon, hogy csak úgy füstölni fog apukám. Úgyhogy most azonnal megfogod magad, a TikTokot előveszed, azt letölnöd, mert hogyha nem, neked véged van. Mi van? Anya, nyugodjál már le, hát mindenki nevet a videókon, nem téged gúnyolnak, ti most nem is értem, miért vergősz, de egyébként most is kiabálsz, úgyhogy nekem nem mondd meg, hogy mit csinálok, mert amúgy, na jó, hagyj. Te most hozzám beszélsz komolyan? Na ide figyeljél, most azonnal letölöd ezt a TikTokot, mert ha nem, szétverem a fejedet, elpofáztam neked, hogy nem raksz ki semmit, nem szégyenítesz, mert megfogom a nadrágszíjat, azt szétszedem rajtad. És csak egyébként megsugom neked, megsugom apukám, hogy nem kellene engem bevadítani, mert ha én bevadulok, és Erzsi bevadul, szerintem mi
Gyere, Ersi! Gyere, mutatka! Csacsi! Erre is megkértelek, ugye? Megkértelek, hogy vedd ki a szárítóból a ruháidat és hajtsd össze, és ne idegesítsél, mert ezt is elpofáztam neked, hogy nem vagyok senkinek se a csicskása. Ahelyett, hogy inkább döglenél, segítenél, és beraknál a szekrénybe, vagy kiszedted van a szárítóból a ruhát. Anya, hagyjál már, jó? Ragd le, azt beteszem majd. Mondom, elegem van, de tényleg elegem van, és kezd betelni a pohár. Jaj, drága jó Istenem, most pakoltam össze a szekrényedbe tegnap előtt, azt már megint kupival, hát olyan, mint hogyha belehányod, ha belehánytam volna, bazd meg! Nem hiszem el komolyan, most így hogy pakoljam be a ruháidat? Hogy pakoljam be? Mindegy lenne, hogyha beleszartam volna, nem hiszem el, jó, most ide neked beteszem, azt majd összehagyod, ha nem nézel te engem hülyének, ugyanolyan hülye vagy, mint apád! És gondolkozzál el magadon, hogy mekkora idióta vagy! Fiam, üljél egy kicsit, beszédem van veled. Üljél le, légy szíves. Jó, persze, apa, leülök, mondjad. Ó, ezek az öreg csontok. Na figyelj, fiam. Anyáddal tegnap beszéltem. Ki van készülve, ki van akadva, hogy te ilyen videókat csinálsz? Megmondtam neked, hogy ne csináljál hülyét se magadból, se anyádból. Nem megmondtam? Egy kicsit térjél már részhez, mert fejbe kólintalak. De, apa, ez csak egy videó. Ez csak vicc. Nem feltétlen anyát utánzom, te is tudod. Úgy látom, fiam, nagy szót halsz, és megint hülye vagy. Esküszöm neked, levernek. Hát értsd már meg, hogy ez anyádnak rossz. Nem érted? Mert odavágok. Azaz, igen, igen. Úgyhogy kandúrok, szóljál a kölyködre, mert most már tényleg kell sok lenni. Szóljál rá, igen, azaz. Nyuszó, muszó, menj már kifele, hát a gyerekkel beszélek, azt te még ilyenkor is bejössz. Menj ki, légy szíves, majd mi letárgyaljuk a kölyökkel. Üljél le azonnal, bazd meg, most azonnal üljél le, mert most faszolni fogsz, mert szétbasz az ideg! Érted, elmegyek, dolgozok nyugodtan, azt hittem, hogy lesz valami jó napom, erre, érted, erre hív a drágalátos osztályfőnök, mert azt mondta, hogy megint fogyatékos vagy. Tegnap írtatok témazárót, és megint egyest írtál. Nem beszélve arról, hogy azt is mondta, hogy folyamatosan puskázol, és nem figyelsz oda órán. Nem tudom mi, mit kellene veled csinálni, de esküszöm neked ezt a laptopot, a fejedhez vágom! Ja, és a másik, nem beszélve arról, hogy az osztályfőnök azt is mondta, hogy nem csinálsz sose házi feladatot, és akárhányszor bejövök, pedig akárhányszor bejövök hozzád ide a szobába, és te mindig állandóan csak házi feladatot csinálsz. Jaj, nem hiszem el, elfogyott a liszt. Kölyök, figyelj már! Nem tudnál esetleg elmenni a boltba, léci? Menjél már el, mert így is a hozzávalókat már elkészítettem minden, és már csak a liszt hiányzik. Menjél már el, kérlek! Na hát én biztosan nem megyek el boltba, engem hagyjál, én nem fogok gyalogolni neked 10 percet, fixen nem fog menni, nem érdekel. Tehát nehezedre esik elmenni. Most azonnal takar, hogy el ne fele Csapi Csacsi a boltba, ne idegesítsél, tényleg ne idegesítsél, erre kérlek, esküszöm neked, mert ma nem vagyok jó paszba, és ha nem találsz jó paszba, tudod olyankor mi van? Szádba lépek. Amikor te kérsz túró Rudit, akkor a csicska rohan, ugye? Akkor a csicskának rohannia kell, azt vennie kell túró Rudit, mert a bendőbe kéne. De mikor nekem kéne valami, akkor arra nincs ész. Ugye?